Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. a szubzsáner. A vagy a kedvenc könyves műfajom, az kifi. Sziasztok, Magyarós István vagyok, a Paralaxis Univerzum felelős szerkesztője, ez pedig itt a szubzsáner 12. része. Köszöntök minden hallgatót. Ma is itt van velem beszélgető társam Josi Tájföldről. Üdvözlök mindenkit, sziasztok nem feltétlenül elfogultságból csináljuk, hanem, hanem megyünk a saját, leginkább a saját ízlésünk után. Ezért egy újabb amerikai szerzőt hoztunk nektek, és annak a legelső művét, őt John scalzi hívják az írót, még ha nem is túl amerikai a neve, ő egy amerikai csávó, és nagyon is érződik a könyvein az igazi amerikai könnyed, sokszor humoros stílus, és neki a legelső könyvéről, amiből végül egy ilyen könyv sorozat lett, a Vének háborúja című könyvről fogunk ma beszélgetni Jozival. Előjáróban annyi a könyvről, hogy már ezt is Hugo díjra jelölték, de nem kapott, végül nem nyerte meg, majd a, ennek a folytatását is díj, jelölték Hugo díjra, azt se nyerte, viszont későbbiekben egy másik könyvéről, szkázinak a Vörösingesek, az kapott hugót is, tehát azért egy viszonylag felkapott és díjazott íróról van szó, elég termékeny, több különböző szériája is, és stílusú könyve is van, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, aki, aki érdeklődik ez iránt a könnyedebb amerikai science fiction stílus iránt. Úgyhogy körülbelül ennyit akartam így bevezetőnek az íróról, meg a könyvről. Mielőtt elfelejteném egy gyors emlékeztető, hogy Mindenki, aki szereti hallgatni a műsorainkat, nem csak a Szuzsán erről beszélek, hanem a Paralaxis egyéb műsorairól is, megteheti, hogy támogat is minket. Cserébe ezért a, ezért a szeretetért, vagy ennek a szeretetnek a kapcsán úgy gondolja, kifejezi ezt egy kis támogatással a Patreon, Patreon csatornánkon keresztül, ahol ezért egy kis bónuszt is kap premierelőtti előtti megtekintési lehetőséget, egy hosszabb paralaxis részt, meg a tudatod, hogy segít abban, hogy minél tovább itt legyünk, minél több műsort készíthessünk, és körülbelül ennyi. Úgyhogy térjünk is rá a könyvre. Csozi, te jöttél a, az ötlettel, hogy akkor beszéljünk erről a könyvről, mert ez neked egy nagy, nagy kedvenced. Mesélj miért, hogy honnan jött ez a szeretet. Nem is tudom, hogy olyan jött, valahonnan csak szembe jött ez a könyv, és van benne egy egy-két nagyon-nagyon érdekes csavar, és én nagyon szeretem ezeket a csavarokat. Ez, ez, ez miatt kezdtem el olvasni, vagy legalábbis a teljes sorozatot végolvastam, és arról nem is beszél, hogy beindított a fantáziámat. Nyilvánvalóan, olyan telik az idő, előbb-utóbb megöregszem, és így jól lenne, mondjuk, túlélni a saját halálomat. És ez a könyv azért mutatott egy érdekes alternatívát, aminek nem vagyok biztos, hogy életképes lesz, mondjuk, vagy lehetséges lenne, de milyen jó lenne, hogyha ez lehetséges lenne. Az a lényeg a könyvnek, hogy öreg embereket soroznak be katonának 70 éves, 75 éves kortól. Hát pont 75 éves születésnapján csatlakozhat valaki, Igen. akkor van egy ilyen rövid, párnapos periódus, amíg eldöntheti, hogy akkor csatlakozik-e vagy sem a gyarmati véderő nevezetű szervezethez és akkor el kell hagyni a Földet. Tehát gyakorlatilag technikailag a Földön halottnak számít, az örökösség megkapják az örökséget, el kell hagyni a Földet, és hivatalosan nem mert vissza soha többet a Földre. Igen, mert hozzá kell tegyük, hogy ez a könyv itt a jövőben játszódik, egy olyan jövőben, ahol a Földről sikerült kirajzani az emberiségnek. Csak egy ilyen nagyon furcsa dolog, amiben csak utalások vannak még az első könyvben, utalnak rá, hogy ott történt valami, ami miatt itt szétvált megvan a Föld, és van egy gyarmati közösség, ha jól emlékszem, nevezetű szervezet, aki mindenki más, tehát mindenki, aki nem a Földön van, az ez a ugyancsak emberek által kreált szervezet, plusz van a Föld. És akkor ennek a, az űr szervezetnek tulajdonképpen a hadseregébe soroznak be embereket mindig a Földről, mindig 75 éves korukban. De hogy az emberek sokat nem tudnak erről a szervezetről, vagy valamilyen szintű hírzárlat van, tulajdonképpen. Leginkább semmit se tudnak. Igen. Tehát arra vigyáz valahogy ez a, ez, a, ez a gyarmati véderő, meg ez az egész gyarmati uh, szövetség, hogy ne nagyon meséljen az embereknek, akik a Földön vannak, túl sokat arról, hogy mi van az űrben. Annyit tudnak, hogy egy baromi veszélyes hely, mert tele van idegenekkel, tele van más életformákkal, akik valamilyen uh, sors furcsa fintora, de hogy valahogy szinte mindenkinek pont ugyanazok az életfeltételek szükségesek minden idegen fajnak, ezért mindenki ugyanazokért a bolygókért harcol, minden idegenfaj ugyanazokat akarja megszerezni, és lásd csodát, milyen emberi, valahogy mindig harcba keveredik az emberiség is, ez a gyarmati szövetség, hogy meg kell védje a bolygóit, vagy éppen oda kell menjen, el kell foglaljon már olyan bolygókat, ahol amin élnek, és ez kicsit felvet bennem, bizonyos már, egy, már van egy ilyen, ilyen problémám ezzel a történettel, de viszont nagyon emberi, hogy akkor is elvesszük, mert Igen. nekünk kell, és mi vagyunk az erősebbek, és ennek a hadseregébe tulajdonképpen csinálják ezt a, ezt a, ezt a recruitmentet, próbálják az embereket besorozni, de következetesen csak a földről, és csak öregeket, és csak 75 éves korukba, amit senki nem ért igazából a földön. Valójában azt hiszem, ha minden igaz, Észak-Amerikában ráadásul, tehát hogy... De vannak különböző országokból, csak hogy itt a mi főszereplőnk, ez a John Perry, ez pont Észak-Amerikából, de hogy mindenhol vannak ilyen sorozási, sorozási hivatalok, ahol lehet jelentkezni, szó mi szó elmondják nekik a feltételeket, hogy nem térhet vissza a földre, hogy új életet fog kezdeni, de a két évet leszolgált ebben a, ennél a hadseregnél, onnantól kezdve új életet kezdhet valahol egy gyarmaton ami jól hangzik. Én ott volt egy zárójeles rész, hogy az ki lehet tolni tíz évre. Igen, a háború esetén. Igen, igen És ezt, hogy ez meg is fog történni. És nem tévedett, tehát hogy ezek a kis, Én nem kis betűs részek valahogy mindig azért vannak benne ezekben a szerződésekben, mert igen, szükség lesz rájuk, tehát persze nem ezzel reklámozzák ezt a történetet. Viszont, hogy mondtad, igen, ez egy, tényleg egy nagyon érdekes koncepció, hogy vajon mit csinálna az ember, hogyha azt mondanák neki, hogy 75 éves korodban itt a lehetőség, és újra fiatal lehetsz, tehát folytathatod az életedet, nem kell meghalnod. Igen, ez a Földön érez, mondjuk 100 éves korodig, vagy valami hasonló az életkor éppen itt a könyvben, vagy 90, de akkor is öreg vagy, és már nem túl jó szervezettel működsz, és akkor itt egy lehetőség, hogy lehet tulajdonképpen egy restartot nyomni, kint az űrben, hogy... Hát én biztos, hogy bevállalnám, szerintem. Tehát a 75 éves kor az, az azért már sok. Igen, és nem nagyon van mit veszteni az embernek. Úgy érzi, hogy itt azért már úgy, tehát amit lehetett megcsinált, első életét végélte, innen már csak a leépülés van, akkor miért ne próbál, tegyünk próbált, tegyünk próbát. Igen, és érdekes, hogy a, a, megoldást, amit, amit kitaláltak, vagy amit javasoltak, az első lépés az teljes mértékben vali, szerintem most már meg tudják csinálni, úgy klónoznak egy testet, a gyors ütőtöregedés az meg kevésbé valid, olyanról nem hallottam, hogy egyáltalán gondolkoznak-e. A nagy kérdés, vagy itt voltak a hatalmas kérdőjelek, a tudatátöltés. Kiderül a, nem sokkal utána, hogy a, a főszereplőnk úgy dönt, hogy akkor ő is besoroztatja magát, és átkerül egy, egy űrállomásról az egész történik, mert persze ez se a földön történik, hogy teljes legyen a, 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 hírzárlat, meg a, a tudatlanság, mert nem közdik előre a résztvevőkkel, hogy itten lesz megfiatalodás, vagy, vagy lesz tudatáttöltés. Annyit tudnak, hogy besorozzák őket, és hogy feljavítják valamilyen szinten a testüket, mert kinek én egy 75 éves rozoga vénember egy, egy hadseregbe, ezért mindenki arra tippel, hogy majd valahogy sikerül őket egy kicsit megint fiatalabbá tenni, de ez a bázison derül ki, hogy valójában egy teljes új testet építettek neki, és abban megtörténik a tudatáttöltés. Igen, ezt nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan, hogyan képzelik el így. Ö, nagyon nem is vezették le szerintem, tehát semmilyen elméleti, áll elméleti háttere nincs. Ja, nem próbálkozik Skázi, azért általában nem, nem ez a hard uh, író, aki nagyon utána menne, és akkor én nagyon belemenne uh, részletekbe, és megpróbálná. Tehát ő nem pont olyan, mint Andy Vir, hogy, hogy, nagyon átrágná magát a, a, az aktuális fizikai elméleteken ahhoz, hogy ő alkosson egy elméletet. Annyit csinál, ami viszont érdekes, hogy itt a, a két napig nem tudni miért, de rájuk Beadnak nekik, ha jól emlékszem, valamit a résztvevőknek. Nanoszondákat, meg... ilyen, ilyen agy a fejükben. Vagy a... Igen, nem beültetnek a... egy csomót, igen, a, a koponyába, ami elméletileg. Alá... Ah, igen, igen. Szondázza, azt... szondázza szépen az agyműködés, utána egy mindenféle őrült tesztet végrehajtatnak velük, aminek nem mondják el, mi a célja, későbbiekben tudjuk meg, hogy. Próbálják feltérképezni az agyuk működését különböző szituációkban. Igen. eszembe jutott, hogy ha minden igaz, 65 éves korban kellett leszerződni, és akkor vettek DNS mintát tőlük? Igen, hát ezért ez arra, arra van, amire szintén nem tudják a szegény résztvevők, hogy vajon miért van erre szükség, majd itt derül ki, hogy pont azért, hogy lehessen klónozni egy testet nekik, mire a 75 éves Igen. kort elérik, és besorozzák őket, legyen hova áttölteni a tudatukat. Dupla kérdés, később visszatérünk rá, hogy ez miért fontos. Csak ezt, ezt a pontot helyezzük meg legyen egy lábjegyzet, hogy erről beszéltünk, de most még nincs itt az ideje. Én is elgondolkodtam, megmondom őszintén, amikor olvastam ezt a könyvet először, hogy hogy azért német teljesen látatlanba, mert itt az, azért itt eléggé ilyen ugrás a sötétbe, ez, amit csinál a, a főszereplőnk is. Oké, okay, elvesztette a feleségét, egyedül él, van egy gyereke, de az is felnőtt, már nem nagyon van mit tulajdonképpen hátrahagyjon az életben itt a földön anélkül, hogy pontosan tudnám, hogy mi vár rám odakint, egy, hogy egyszerűen egy katonának soroznak be, és nekem itt ez a leggyengébb része tulajdonképpen ennek az egész nagyon jól hangzó elképzelésnek, amit itt Szkázi kitalált, hogy és ezt mondja itt a gyarmati hadsereg is, hogy, hogy nekik tulajdonképpen azért az öregeket uh, sorozzák be, mert hát uh, egy, hajlandóak menni, mert hát nincs már mit veszítsenek tulajdonképpen, egy életet végéltek, viszont nagyon nagy élettapasztalattal rendelkeznek, ami jól jön egy katonánál. De ettől nekem ez még sánti, tehát azért nehezemre siker elhinni, hogy egy átlag ember, aki egy viszonylag átlagos életet élt, abból pár hét vagy pár hónap alatt lehet egy olyan szintű katonát, nevelni, aki, aki nem kérdőjelezi meg a parancsot, ugrik, amikor azt mondják, hogy ugor, és öl, amikor azt mondják, hogy ői. Fiataloknál azért viszonylag jól bele lehet a, a fiatal elmébe ezt táplálni, de aki egy viszonylag pacifista életet leélt, az hat hónap alatt egy gyilkológépet gyártani belőle, átkondicionálni az agyát, én ezt nem érzem olyan egyszerűnek. Igen, ez, hát e, ezen én első gondolkoztam, ez olyan nem merült fel bennem. De... Bennem meg végig ez volt, hogy, hogy ott oda képzeltem magam, oké, én is megcsinálom, felmegyek, minden szuper, persze ledöbbenek, amikor először megkapom az új testemet, de hogy attól függetlenül, és megértettem onnantól kezdve persze, hogy ott van, meg, meg van mondva, hogy két év a, addig, ameddig e, szolgálnom kell, persze van egy, egy, mint minden amerikai katona, katonai történetben, most mindegy, hogy filmről beszélünk, vagy könyvről, de mindig van egy, egy csúnya, mogorva, kiképző örmester, aki van a legelején közli velük, hogy itt aztán meg fogtok dögölni. Tehát a fele a két éven belül, két év végére a frissen besorozottaknak a fele az halott lesz. Tehát, hogy tudják, hogy miről van szó. Próbálja velük, nem tudom, motiválni akarja őket, vagy megértetni, hogy itt igenis bele kell állni ebbe a katona szemléletmódba, és itt ölni kell. Ennek ellenére nem érzem magam biztosnak abban, hogy én ezt meg tudnám csinálni, ha engem tennének oda. Ez egy jó kérdés. Én nem tudom, nem, ne, ahogy mondtam, nem gondolkoztam el rajta. Mondjuk én kifejezetten igyekszem nyitva tartani az elmémet, tehát hogy kifejezetten nagyon-nagyon erősen küzdök azért, hogy ne tokosodjak be. Mentálisan. Az, az, addig, addig rendben van, de hogy azt, hogy. És oké, okay, az, is, az is valamilyen szinten érthető, hogy, hogy uh, uh, itt már nem normál, normál esetben nem más embereket kell gyilkolásznak ezek a katonák, hanem mindig űrlényeket, De az továbbra is felveti bennem, hogy egy másik értelmes uh, lényt olyan egyszerűen megölni, hogy embereket akik úgy élték az életüket, ahogy élték, és itt van a főszereplő mellett, itt találkozunk sok másik érdekes öreggel, többek között ovonénivel, többek között, aki, aki tényleg óvónéniként, vagy kisiskolás tanárnőként, már nem is tudom, élte le az életét, annak hiába az gépfegyvert a kezébe, abból nem lesz egy gyilkológép szerintem. Tehát, hogy azt egyszerűen... Azért vitatkoznék, így olvastam egy könyvet, csak nem tudom a címét, sőt a szerzőség eszembe, pszichológiával kapcsolatos, a szerb háborúról, hogy egyik napról a másikra, hogy meg tudtak fordulni emberek. Tehát, hogy az egyik nap még a kedvenc szomszédod, a másik nap meg felakasztották a osztopra, vagy, vagy, valami hasonló, vagy agyonverték, vagy mit tudom, hogy mik voltak. Tehát ez szörnyűségek. Tehát, hogy azért az emberek Biztos, mőm, mőm. biztos, főleg akkor, amikor, amikor a saját téged fenyegetnek, a családodat fenyegetik, a, 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 lakóteredet fenyegetik, az országodat fenyegetik. De most arról beszélünk, hogy földről kiszipkáznak embereket, akiknek megmondják, hogy ti meg kell védjetek olyan bolygókat, meg olyan telepeket, amiket soha nem voltatok ott, soha nem láttatok. Ti csak itt értek ezen a nagy darab űrhajón ha, is. És... Igen, igazad van. Hm? Értettem? Értem, mit mondasz, csak az, az, előző kérdésre visszatérve. Tehát arról beszéltem, hogy a Háborús propaganda, mennyire ki tudja fordítani az embereket az emberségükből? Igen, a megfelelő körülmények között azt mondom, hogy, hogy a, 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 amikor a saját házadról van szó, a saját országodról, a saját népedről, a saját, nem tudom, vallásodról van szó, akkor még ezt úgy értem, de amikor átkerülsz egy ilyen kézedet, tehát téged besoroznak, életedben nem hallottál ezekről az űrlényekről, mert nem, nem mesél semmit a gyarmati szövetség, a Föld nem tud, annyit tud, hogy vannak, és mindenki veszélyes, ennyit ismer, semmi többet. Katonáknak sem mondják el, annyit tudunk, amikor kiküldik szegény katonákat egy, egy, bevetésre, hogy az a faj rossz, öljétek meg őket, slusz, és körülbelül ennyivel van, el van intéze számukra, tehát nem érzem azt a, azt a, azt a kapcsolódást, hogy miért akarnám. Hát az emberiség érdekében, hát azt mondják, hát sokszor elhangzik, az, hogy az emberiséget megvédjék, mert ha mi nem lő, lőjük őket, akkor ők lőnek minket, és meg is történik. Biztos, de szerintem másabb, mint mikor ezekben a háborúkban, akár a második világháború, akár azóta bármelyiknél egymásnak estek a szomszédok, azért egy kicsikét másabb a történet valamilyen szinten, de lehet, hogy tényleg ennyire, ennyire egyszerű az embereket bele, belehergelni abba, hogy elkezdjenek gyilkolni. Nem tudom, én magamból indulok ki, hogy valószínűleg én lennék az első, akit, akit keresztül lőnek egy ilyen, egy ilyen izénél. Besorozna, besoroztatnám magam, elmennék, és valószínűleg a kiképzés után én lennék az első, akit valamelyik szörnyíten keresztül lő, mert ott vacilálnék, hogy most ez egy jó ötlete. Az emberi természet az nagyon-nagyon érdekes, de ez nem egy pszichológiai podcast, úgyhogy szerintem térjük vissza kicsit a tudományos, vagy a áltudományos részekre. Az még egy érdekes gondolat, hogy gyakorlatilag az agyukba integrálnak egy számítógépet, úgynevezett fejgépet, ami ilyen audiovizuális kommunikációra képes. Tulajdonképpen a klónozás után így fel van turbózva egy ilyen agyi számítógéppel, mert plusz egy csomó más extra dologgal, tehát nem csak ezzel a számítógéppel, hanem ha jól emlékszem, speciális vérhelyettesítő, valamilyen ilyen nanorobotos, inteli vérnevezetű, extra izmokkal, extra erős csontozattal, tehát ilyen szuperkatonák tulajdonképpen, és van egy ilyen jó kis számítógép az agyukban, amit néha, mint ilyen technikai ember, mint IT is, én is tudnék élvezni, tehát ugye el tudnám képzelni, <laughs> hogy de jó lenne. Én az irány barad a tudomány, az, Ez már lehetséges is lesz előbb-utóbb, tehát, hogy dolgoznak rajta. Nagyon valószínű, de ugyan két, két, két két dolog, ha egy két világnézet harcol ilyenkor mindig a fejemben, mikor belegondolok egy ilyen agyi számítógépbe, hogy az mostan mennyire lenne jó, vagy nem jó, ha lenne egy ilyen. Tehát, hogy mindig attól félnék, hogy tuti meghekkelik és megfigyelnek rajta. Viszont tényleg barami kényelmesé tudná tenni sok szempontból az életet, főleg olyannak, akinek még hát... szervi problémái is vannak, ott nem beszélve, hogy mekkora segítséget tudna nyújtani. Igen. Igen, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban most nagyon sok a vita. Van egy ilyen vízió, hogy ez a jövő. Tehát, hogy nem az erős mesterséges intelligencia, hanem az, hogy a, az embereket és a, a mesterséges intelligenciát olyan összekapcsolják, vagy kapcsoljuk, és egyfajta szimbiózisban tudnak együttműködni. Lehet, hogy ez lesz a jövő. Valamilyen jövő biztos, hogy lesz. Én mindig, mindig ezt érzem, hogy valami lesz. Sose tudjuk meg, hogy melyik lett volna tökéletes, mert nem tudunk kétszer, háromszor, négyszer végigmenni rajta. Legalábbis tudtunk, al, ha bár tényleg néha jó lenne, nincsenek párhuzamos univerzumok, vagy legalábbis nem tudunk é. köztük ugrálni, hogy megnézzük, hogy mi történt volna, ha, tehát, hogy átugrunk egy másikba, ahol egy másik irányba indult el az emberi történelem vagy fejlődés, ott az jobb lenne vagy sem valamilyen lesz, ezzel egyet értek. Igen. Ezzel az agyi számítógéppel, mert most éten uh, tudom, hogy Elon Musk az ügyeletes rossz fiú, aki mindenbe beleártja magát, van neki is egy, egy cége, ami meg pont ezzel foglalkozik. Tehát ilyen agy, igen, nem, igen nem, próbálják nem, össze, nem, összekapcsolni számítógépet az agya, és ott is vannak már terveik állítólag, egész jól megy a letapogatás, de ott is felmerült, és bennem is felmerül ez a dolog. Jó, oké, okay, ha az információ egy irányba folyik, tehát az tök jó, az agyamból megy a, a számítógépbe valami, az addig tök jó, de hogyha meg tudjuk csinálni, hogy az elektromos impulzusok vagy valamilyen impulzusokkal jön, megy a, 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 szerves részekből, a szervetlenbe az információ, mi akadálya van, hogy a szervetlenből jöjjön információ a szervesbe, és íródjon felül tulajdonképpen nekem gondolatom, vagy nekem akaratom, vagy nekem bármi, ami az én agyamba van, a gép irányából. Hát gyakorlatilag a mai világban ez történik felünk. megmondják, hogy mi gondoljuk, megmondja, megmondja, megmondják, hogy mi Kicsit csináljunk. több befordba kerülnek. Igen, de azért másabb az, amikor az agyadba, és azt gondolod, tehát nekem mindig ez lenne a, a problémám, hogy nem tudom, hogy innentől kezdve, hogyha betettek az agyamba egy ilyen kis csippet, én gondolom azt, amit gondolok, vagy a chip beültette az agyamba, hogy gondoljam azt, amit gondolok, és akkor már itt kialakul egy ilyen skizofrén őrület a, a, az elménben és úgy érzem, hogy ezt nem kéne meglépjem. Tehát én lehet, hogy nem merném. Igen, igen, és gondolj bele, kicsit kifutsz a keretetből, nem tud befizetni a, a havidéjat, és akkor jönnek a reklámok. Cserébe, igen. És addig kell nézem, ameddig, ameddig le, nem, le nem néztem annyi órányi reklámot, amíg, ami egyenlő az én számlámmal. Tényleg szép világ lenne, tehát hogy elmondhatatlanul tetszik. Viszont a könyvben van párhuzamos univerzum, ami csak így ilyen érintőlegesen derül ki. Van egy mellékszereplő, egy elméleti fizikus, aki elmagyarázza a fősünknek, hogy úgy működik az űrutazás, úgy tudnak fényeveket megtenni gyakorlatilag pillanatok alatt, hogy egy másik, egy párhuzamos univerzumban úgranak át, ami a multiverzum elméletre haj az egy kicsit, gyakorlatilag azt mondja, hogy végtelen számú univerzum létezik, és elképzelhető, hogy egy és a másik univerzum között csak mondjuk egy konkrét elektronnak a, az iránya, vagy a spinja, vagy bármi hasonló a különbség. Igen, az nekem egy picit homályos volt, tehát hogy ez a nem tudunk a fénynél gyorsabban utazni, viszont valamilyen ilyen valószínűségek, meg ilyen, ilyesmit bele, belekavarva, az volt az elképzelés, hogy ugrás történik valójában, de nem a térben ugrik, hanem az univerzumok között, az, ebben az univerzumban elhagyja a teret valahol, és a másikba, ami egy nagyon miénkhez szinte megszólalásig hasonló, tehát hogy egy nagyon-nagyon közeli realitás, tehát hogy minimális különbségekkel, viszont a térnek egy teljesen másik pontján esünk ki. Nekem ez valahogy nem volt világos, hogy miért így történne, de el tudtam fogadni, tehát hogyha már tudunk ugrani, akkor miért ne történjen így? Tehát... Igen, én azt gondoltam, hogy, hogy ez, ez tetszett nekem, legalábbis az a gondolat, hogy volt egyfajta kikacsintás, hogy tudjuk, hogy nem lehetséges a fénysebesség feletti kvázi információ áramlás az univerzumban, de hát van egy ilyen kis kapu. És, és, az is tetszik, hogy, hogy ez is ilyen, volt egy többször is ilyen tipikus ez a kitekintés, hogyha ez egy film lenne, vagy hogyha ez egy ilyen fiktív történet lenne, akkor hát milyen egyszerű lenne. Ez, ez a több könyvében is megjelenik ez a gondolat. Igen, szeret, szeret, szeret úgy csinálni, mint a filmekben kicsit is van az. Igen, 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 igen. Tehát, hogyha mi egy könyvben ha lennénk, lenne, akkor, akkor, vagy egy filmben lennénk, akkor ez most így meg úgy lenne, de hát ez itt a valóság, kérem szépen, úgy, hogy ez itt nem úgy van. Ez szereti, ez szereti, meg, meg szereti tényleg a humort. Tehát én ezt, ezt szeretem Skáziban, biztos van, aki pont ezért nem szereti, mert túl humorizálja a dolgokat, túl viccesek a karakterei, meg túl vicceseket mondanak. Nekem ez bejön, meg ez a kikacsintás dolog is bejön itt egy pici spoiler, kikacsintás, meg a mintha filmben lennénk, majd itt fog bejönni egy, mondta, hogy mondtam, szeretnék mindenképpen beszélni talán ebben az évadban, talán a következőben Skázianak egy másik könyvér a Vörösingesekről, ami szerintem nem véletlenül kapott hugódíjat, az egy nagyon jó, és pont ezzel a kikacsintós témával foglalkozik, úgyhogy majd ezt akkor jó alaposan kivesézzük, mikor, mikor beszélgetünk erről a könyvről. Na nézzük csak, hol tartottunk most, egy picit így elmentünk különböző irányokba. At, ugrottunk az, ugrottunk az univerzumok között, de hogy nincsen más hatása, legalábbis amennyire én, amennyire én fel tudom idézni, nagyon hatása nincs a történetmesélésre magára ez, hogy ez így működik. Tehát, hogy vannak párhuzamos univerzumok, ez nem kavar be, vagy nem, nem érezteti a hatását a cselekménnyel. Én azért hoztam fel, mert tetszik az, hogy azért megpróbáltál ezt így megmagyarázni. Tehát, hogy nem hagyta teljesen tanul, de nagyon bele sem ment ebbe az egész történetben. Igen. Viszont ez a tudatáttöltés, ez én mindig így ezen kattogok, ez így nagyon érdekel, mert hogy ugyebár a jelenlegi tudásunk szerint a Connectom, a ne jainknak a kapcsolati hálózata határozza meg azt, hogy kik vagyunk. És hogy azt reprodukálni, azt nem tudom, hogy el nem tudom kézdeni, hogy Igen, főleg az, hogy ezek a, ezek a, kapcsolatok, ezek nagyon gyorsan keletkeznek újak, vagy bomolnak szét. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy, hogy most ezeket jól összekötözgettük, és akkor ez stabilan így van, és akkor onnantól kezdve ez nem mozdul, hanem szerintem ezek a kapcsolati, ezek a kapcsolódások a neuronjaink között, ezek nagyon, nagyon dinamikusan jönnek létre, ahogy élünk és lélegzünk, ahogy telik az idő, és éppen bomlanak fel tehát nem igazán lehet őket egy ilyen, ilyen stabil dolognak látni, tehát egy egyszerű pillanatképet lehetne tulajdonképpen készíteni, ha ezt tényleg meg tudnánk csinálni, hogy egyszerre egy azon nanoszekundumban az összeset pontosan tudni, ki kivel van összekötve. Azt, hogy ezt hogy lehetne egy klónba áttenni, nekem itt vannak ezzel nagy kétségeim, mert azért, mert a DNS-ünk egyezik, attól még a 75 éves agy, tehát a 75 éves énemnek a, az agya és a benne lévő kapcsolatok, azokat mennyire lehet átmeppelni csúnya szóval, áttransformálni egy 10 éve vagy 5-6 éve létező klóntest agyára, hát itt nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez, hogy ez ilyen egyszerűen működne, viszont maga az elmélet az tök jól hangzik. Tehát, hogy így, így legyőzni az öregedést, legyőzni a halált valójában ezzel a módszerrel meg lehetne csinálni, hogy amikor eléri az ember a 75 éves életkorát, van elég pénze hozzá, akkor klónoztat egy új testet, és áttölti a tudatát, és ott folytatja tovább egy fiatal testben. Hát állítólag ezek a techmilliárdosok most ezzel foglalkoznak, legalábbis komoly pénzeket fektetnek abba, hasonló kutatásokban, szeretnék túlélni a saját halálukat, a Meg tudom érteni őket, tehát én is szeretném, nem erről van szó. Egyénként abszolút egyet tudok érteni ezzel a történettel, hogy az ember ezt szeretné, már egy társadalom tagjaként már nem látom annyira fényesen, vagy akár csak egy ilyen családos emberként, tehát azért el tudnám, el sem tudom képzelni, hogy hová jutna az embereknek a kapcsolatai, és főleg a családi kapcsolatok hova jutnának két-három ilyen restart után, tehát hogy a gyerekeiddel milyen viszony van, amikor, amikor te már egy ilyen rebooton túl vagy, agyadat áttöltötted egy fiatal testbe, te vagy 20 éves, a gyereked 55 éves, teljesen másképp látjátok már a világot, és ahogy nyúlik az idő, úgy kerülnek egyre távolabb szerintem az emberek. Teret adna egy ilyen nagyfokú -nagy individualizmusnak, azt érzem ez a, ez a, ez a módszer. Igen, ez, ez a tipikus, amikor nem tudom, hogy milyen történet vagy, de többször is felmerült, ez a gondolat, és akkor az szokott lenni, hogy ha megkapod a csodaszert, a csodatabletát, előtte el kell vágni minden kapcsolatot, és teljesen új életet kell kezdened. Tehát mondjuk ez így gyakorlatilag úgy működhetne, hogy... Ha te neked az összes emléked megvan, az összes érzésed megvan, nem tudod, tehát szociopata kell legyél már bocsánat ahhoz, hogy el tud vágni, tehát hogy, hogy 75 évesen lehet, hogy még mindig ott van melletted a párod, a feleséged, aki csak 70 éves, ő neki még nincs itt ide a restartnak, tegnap még felkeltél mellette, és boldog voltál vele, és, és akkor már na, eljött a 75, fiúk itt az ideje a ribútnak, úgyhogy tessék elfelejteni az asszony, tessék elfelejteni mindent, az, hogy te felneveltél három gyereket, van nyolc unokád, tizenkét dédunokád, akit az előző színapon még ott ünnepeltek veled, mindenki éljen ezt a, a dédi papit, és, és akkor mindent elfelejtek, és holnaptól már nem foglalkozom velük, úgy teszek, mintha meghaltak volna számomra. Azért ezt úgy eléggé meredeknek érzem, tehát hogy ezzel a módszerrel lehessen örökké élni. Na, megnéztem a számokat, 86 milliárd neuronunk van, és 100 billió kapcsolat. Tehát, hogy ezt kellene hogy mondjuk egy másodpercet vagy tized másodpercre lemásolni, kiolvasni, írni. Hát jó. Ja. Érdekes a koncepció, de mondom, én félek tőle, hogy megvalósul. Tehát ez a, nem tudom, hogy, hogy szurkoljak-e neki, vagy, vagy féljek tőle. Ez is egy olyan dolog. Igen. A nagy kérdés itt, ami ugye már gyakorlatilag azonnal felmerül, hogy létezik-e lélek. Ezt is érinti, de hogy nem nagyon vezeti le ezt a, nem mert vége ezen a szálon. Én szerintem egyébként nem létezik. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ami az agyunkban van, azok vagyunk. Hát itt a definíció kérdése, hogy mit nevezünk léleknek. Tehát, hogy, hogy mostan lélek vagy tudat, van, aki összemossa, van, aki számára, ez két teljesen külön dolog. Én a tudatról beszélek, akkor mindenképpen arra gondolok, ami itt van bent a fejemben, és tényleg a neuronjaim összessége, meg az általam eddig átélt tapasztalata az elmúlt 43 évnek, az összes tapasztalata, összes ingere, amit végig vonult az agyamon, az a tudatom, hogy most a lélek, ami mondjuk a test nélkül létező valami, ami ahogy a legtöbbször egy, egy vallásban definiálják a lelket, hogy ő az, ami létezik a test nélkül is, tehát volt a test előtt is, és lesz a test létezése után is, az egy jó kérdés, hogy, hogy ez tényleg, de akár még létezhetne is ugyanilyen, hogy ő egy olyan kiinduló mag, ami rákapcsolódva egy ilyen agynak a neuronhálójára neuron kialakítja a tudatot, majd utána tud létezni tovább, anélkül, hogy szüksége lenne erre. Akár létezhet is. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy az agyunk az egy szuper és minden, amiről a tudat lélek, tudat alatti azok alprogramok. A tudat alatti az ami háttérbe futó démon, ami, ami, nem tud elérni simán user space-ből ennyi. Én, ezt gondolom, Már most ez, ez teljesen szubjektív dolog, tehát nem tudunk igazságot tudni. Én ezt Persze, gondolom. Persze, viszont, viszont, egy nagyon érdekes dolog ez a, ez a lélek, lélek témája, mert aki erősen hisz a lélekben, onnantól kezdve ez a tudat áthelyezés egyik testből a másikba vethet fel nála különböző etikai kérdéseket. Viszont ha azt mondom, hogy a lélek az független a testtől, tehát a lélek az egy létező valami, ami létezett mielőtt a test megszületett, mielőtt világra jött, és létezni fog utána is, miután az már porrá lesz, akkor evel az erővel el tudom fogadni azt is, hogy a egyik testből a másikba az a lélek ugyanúgy átmegy. Tehát, hogy nem kéne gondot de, de igen, csak a lélek, az, az, te vagy? Hát az én vagyok, de nem testfüggő. Innentől kezdve még, hogy még könnyebben kéne tudjam elfogadni, hogy egyszer egyik testben van, másszor másik testben van. A lélek az egy. Igen, csak ami te vagy, az a, az, az agyad egyértelmű. Tehát a fejbe vágnak, Ja, a meg tud változni a személyiséged, mert nem is te leszel, hanem az már más lesz. Igen, de lehet, hogy a lélek és a személyiség nem ugyanaz. De akkor mi a lélek? Tehát akkor, te, hogyha, hogyha, levonjuk a személyiségből a lélekből a személyiséget, akkor mi marad? Hát valamilyen eszencia. Ez olyannak én, aki, aki, aki tényleg ilyen nagyon mélyen hisz a lélek létezésében. Sokkal jobban lehetne ezt átbeszélni. Én se vagyok, tehát én is egy ilyen, egy ilyen földhöz ragadt. Nem azt mondom, hogy, hogy teljesen vallás-tagadó vagy hit-tagadó ember lennék, de nem is vagyok, tehát nem vagyok egy gyakorló, semmilyen vallás nem gyakorlok napi szinten, hogy azt tudjam mondani, hogy akkor nekem van egy ilyen erős hitrendszerem, amiben ott van a, a lélek, és akkor ő egy biztos alap. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Nem kéne gondot okozom, viszont én azt érzem. Tehát, hogyha, ha valaki hisz a lélekben, akkor nem kéne gondot neki az, hogy átkerül egyikből a másikba, úgyhogy csak egyszerre, csak az egyik létezik. Szeret, szeretnék hinni, csak ugye már gondolkodni, és így van egy, van egy hagyma, mondjuk, és amikor az ember így le, a lélek kapcsolatban, mondjuk, és elkezdem levenni a személyiségemet, amiket erről beszéltünk, a különböző létegeket, a vége nem marad semmi. Tehát bármennyit szeretnék hinni a halál utáni életben, bármennyit szeretnék hinni a renkarnak, én butista vagyok, tehát tulajdonképpen az áll a legközelebb hozzám. Egyszerűen amikor elkezdem ezt az egészet így levezetni, nem maradt semmi. Tehát az én, az egóm, az így is úgy, és mindenképpen meg fog halni, el fog tűnni. Ebből az következik, hogy most még hogyha létezne is lélek, az már nem én lennék, hanem csak egy részem, úgyhogy akkor is az, az meg tök mindegy, hogy van vagy nincsen. Hát gondolhatod, hogy tök mindegy, más gondolhatja azt, hogy neki nem tök mindegy, tehát hogy pont ez a jó benne, és csak nem, a, nem pont a lélek, vagy a lélek az a, az a magia tulajdonképpen, a, a, az eszenciája a személyiségetnek. De az lehet neki fontos, hogy ez a lélek ez megmaradjon, vagy ez fejlődjön, annak ellenére mi van körülötte. Ez is lehet egy, egy nézőpont, és én azért, mert nem pont én vagyok, ez a gondolkodó énem, hanem az egy, az egy ennél egy, egy, egyszerűbb, egy eszencia valami az a lélek, attól még az lehet, hogy van, és nincs azzal a baj, hogy az, hogyha az van. É, értem csak, hogy minek. Tehát, hogy mi, ja, tehát, hogy... Gyakorlati haszna. Igen, tehát ha elkezdjük gyakorlati szempontból nézni, akkor az édes, mint egy. Igen, és úgy szeretnék visszautalni a megcsillagozott részre, ha emlékszel, hogy 65 éves korban kellett jelentkezni. Igen, szándéknyilat. Ott is ott volt DNS-vétel, igen. DNS-vétel, mert ugye a főszereplőknek a felesége meghalt néhány évvel a... A 75 éves betöltés előtt, így van, hát, így van. Igen, igen. A... Tehát a 65-öt megérte, mind a ketten úgy döntöttek, hogy jelentkeznek, tehát mind a ketten aláírták 65 éves korukba, mind a ketten adtak DNS, de ő nem érte meg a 75 éves kort, hogy besorozzanak. És a főszereplőnket elküldik egy ilyen nagyon szerencsétlen bevetésben, a korállit csatáról beszélünk, ahol megsérül, és kimentik, és hát mit ad Isten? A fiatal feleségét látja viszont az egyik katonában, aki megmenti. Hát annak egy erősen feljavított változatát, tehát maradjunk annyiban. Talán Jane Sagan megismerte a, a külsőleg és a, meg a hangját. És e, korábban már említés került, hogy létezik egy úgynevezett szellemhattest, ahol utólag kiderül, hogy a klónokat, akiket, akikhez nem nincsen agy vagy tudat, amit fel tudnak tölteni rá, azokból is katonákat képeznek ki. Igen, és valamilyen fabrikált személyiséggel, tudattal, énnel, nem tudom, hogy, hogy minek nevezem, ez nem teljesen derül ki, hogy miből alkotják meg, de hogy a klóntestekben egyszerűen beindítanak egy, ott is egy embert. Tényleg nem fejtették ki, csak néhány utalás volt, de gyakorlatilag ha minden igaz, az agyért veszi át a tudat szerepét, amíg a tudat nem alakul ki. Igen, de hogy ők tulajdonképpen szinte, szinte, gyerek, vagy ilyen, ilyen nagyon, nagyon, nem azt mondom, hogy csecsemő, de annál sokkal magasabb kognitív szinten vannak már a legelejétől, de hogy, hogy tehát pár éves gyereknek a, a, személyisége keveredik egy, egy veterán katona személyiségével. Igen, és ezért rosszlan fel ezt a, lélekkérdést, a lélek kérdést, mert hogy a, sorozatban, amiről most nem fogunk beszélni, de amikor szólások a szellem hatásról kiderül, hogy nem nagyon szeretik, nem tartják igazán embernek őket, pont azért, mert nincsen egy érett felnőtt tudat, vagy akár még nevezhetjük lélek mögötte. Hát meg az, hogy mesterségesen vannak reálva, tehát tényleg ez a, ez a teljesen mesterségesek, míg az átlag ilyen gyarmati védelő katonák, igaz, hogy testbe, de ott egy embernek a leszkennelt tudata van átültetve. Hát az agy az agy. Tehát hogy... az agy agy, de, de attól még az, nem az agy tesz téged azzá, ami vagy, hanem az agyban lévő kapcsolatok. Attól vagy, aki vagy, hogy éppen abban a momentumban, amikor történik az áttöltés, milyen kapcsolatok vannak, és az, hogy milyen kapcsolatok vannak, az meg az életed, az eltöltött élet vagy az téged ért összes inger összessége tulajdonképpen, míg náluk meg nincs, tehát náluk bebikázzák őket tulajdonképpen, hogy egy ilyen nézé, csúnya kifejezéssel akarnék élni, létrehoznak egy klóntestet, ami egy ilyen szuperkatona tele mindenféle módosításokkal, mindenféle gémanipulációnak köszönhetően, majd egyszerűen csak beindítják, úgy, hogy nincsen valós, ezzel a számítógéppel próbálnak beléjük tölteni rakás információt a világról, hogy mi az, hogy ember, hogy működnek a dolgok, hogy működnek a tárgyak, hogy kell ezt meg azt, azt csinálni, de hogy ők nem mennek végig egy olyan hosszú emberi életen, ami meghatároz egy személyiséget, szerintem. Igen, hát, igen. Valójában, ha nem vagyok orvos, meg nem is annyira értek hozzá, de amelyet olvastam erről, gyakorlatilag a személyiség fejlődése teljes mértékben összefügg az agyadnak a fejlődésével. A kolonzásnak az utolsó lépése, vagy a kolonzásnak az a lényege, hogy tudnak itt gyorsítani öregedést is. Tehát, hogy elvileg az az agy, az a huszonvalány éves agy lesz. Egy, egy, teljes felnőtt ember kifelett a, agya. Azt én értem, igen, de attól még nem ment át azokon a, azokon, a, azokon a dolgokon, amiken egy ember átmegy ahhoz, hogy embernek érezze magát, embernek higgye magát. Igen, most amit mondtam, ez pont mellette szól, szóló év, nem, nem, az, amit én mondtam, mert hogy ez most csak közül jutott eszembe, hogy a 75 éveseknek ők végigmentek ezek a folyam, folyamaton. Igen, tehát attól vagy, aki vagy, mert meg megcsináltál. Igen, igen. igen. Tehát, hogy igen, végigment a teljes folyamaton. És itt, itt egy erős, erős morális uh, dilemma volt bennem, mert, és ez szerintem valamilyen szinten felmerül, uh, mert hogy elkezdenek, tehát miután először találkozik itt a, a Volt feleségének az új klónjával, ezzel a Jane-nel, ami főszereplőnk, persze, hogy ne akarja ismerni, abban reménykedve, hogy ott mégis van benne valami a feleségéből, sikerül kommunikációra bírnia, még ha nehezen is, és, és, megtudnia, hogy ő valamilyen szinten, tehát a feleségének a DNS-éből készült, de nem a feleséget, tehát ez egy másik személyiség, viszont pont azért, mert egy elveszett gyereknek érzi magát, ez a Jane Sagan is, ahogy az összes többi ebben a szellem hadtestben, akiket, és ezért szerintem borzasztó nagy kegyetlenség, hogy egy nem kifejlett személyiséget oda tenni, és gyilkológépet csinálni belőle, úgyhogy nincsen kapaszkodója, nincsenek valamilyen szinten arra emlékeztetett, mint amit, amit, sajnos még mindig szoktak, még mindig csinálnak nagyon, nagyon szerintem elitelhető módon, főleg Afrikában, de egyéb helyeken is, ahol, ahol ilyen, ilyen 6-8-10 éves gyerekeket már besoroznak, vagy a szüleik eladnak tulajdonképpen valamelyik ilyen, valamelyik ilyen a hadseregébe, szerencsétlen gyerekeket, akiket be lehet trenírozni, hat évesen, 7 évesen, hogy kalasnyikóval rohangáljon, és megmondják neki, hogy mindenki, aki a másik színű ruhába van, az ellenség, is nyugodtan lőd le, és megteszi, de attól még ez egy kifejletlen személyiségnek oda tenni, hogy, hogy átképezni gyilkoló gépé, hát szerintem egy kifejezetten nem szép, nem szép és nem túl emberies dolog. Igen, Még ha szóra... csak egy klótestről beszélünk, igen, igen, akkor a... se érzem. Igen, van, -e? lesz egy következő, ez a második részben, picit többet tudunk meg erről a szellemhatásról, de szomorú egyébként, tényleg szomorú, tehát gyerekek tulajdonképpen az egyik oldalról, a másik oldalról meg, ami még egy érdekes dolog, ez persze később derül ki, hogy nagyon-nagyon szorosan össze vannak kötve az agygépuk által, tehát hogy majdnem, hogy egy ilyen, ilyen kaptártudatszerűség van igen, egy folyamatos online kapcsolatban állnak az összes többi, többi ö, ö, katonatársukkal, wi n maradjunk annyiban, Igen. tehát egy, egy ilyen, ilyen, számítógépes kapcsolaton, ami, ami messzire, na, messzire hívő nagyon gyors Wi-Fi, tehát azért, azért tudjuk, hogy ez a, akár csak, hogy a föld és a föld körül keringő, ö, kis űrállomás között is már van olyan picik is leg, ami már megnehezítené azt, hogy tehát nem, nem, lehet azt se real time-nak nevezni, hát akkor még nagyobb távolságokon, de náluk ez működik, és ők ezt biztos egy nagy segítség számukra, de biztos az is, hogy nagyon elszigeteli őket a valódi emberektől, akár csak a, ezektől a, 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 normál, ami szintén nem normálisak, ez a John Perry, meg a szellem, nem a szellemhatás, nem az általános katonák ebben a gyarmati véderőben, mert tényleg nagyon számítógé van a fejükbe ültetve, mindenféle genetikai módosításnak hála, szuper gyorsak, szuper erősek, szuper okosak, mindenben nagyon, és szuper szépek, annyira amerikai volt, tehát ezt a húzást annyira szerettem Skáziban, amikor, amikor megtörténik ez a, ez a, a testcsere, ez viszonylag az elején van a, a könyvnek, előtte ezek a nyugdíjasokat fent az űrállomáson várják történik a letapogatás a fejükben, két-három napig ott vannak, és akkor összebarátkozik per és pár másik nyugdíjassal, akik pont úgy néznek ki, mint egy 75 éves, végzos tehát hogy nem túl szépek, nem túl, végzos igen, végzos nem, túl végzos szépek, végzos nem túl nem túl, fiatalosak, és akkor megtörténik a testcsere, és akkor nem elég, hogy, hogy ehte megkapják a fiatal korít, tehát a 25 éves önmagukat nem, hanem 25 éves önmaguknak a lehető legjobb változatát kapják, tehát mindenki szuper szép, a férfiak is, a nők is, hát a, bombázónál is bombázóbbak, tehát hogy ez, ez hogy annyira, annyira, uh, annyira, amerikainak érzem én ezt a történetet, meg szerintem egy kicsit fricska is Skázi, uh, irányából, hogy van az emberben egy ilyen, egy ilyen semmivel nem elégedett, tehát hogy oké, okay, hogy megfiatalodtam, oké, okay, hogy erősebb vagyok, oké, okay, hogy de legyek szép is, tehát hogy a, sőt, a lehet a szemnél is szebb legyek, tehát ez, nekem ez nagyon tetszett, mert nem hiszem, hogy szükség lett volna rá, tehát hogy, hogy a, a, a katona szempontjából nincs rá szükség, a test, hatékonys, a katona hatékonysága szempontjából nincs rá, nincsen rá szükség, hogy, hogy ő szép is legyen. A, Mondjuk a szépség a az elalti fogalom, mert zöldek gyakorlatilag. Igen, igen. hát a bőrszínük, azon kívül bombázó mindenki. Igen. Tehát, hogy, hogy kockás has, feszes mellek, szép formás minden. Tehát, hogy egyszerűen nonsens, ha, ha így veszed, de hát ez, ez Kázinak a humorát is dicséri. De ki nem álmodott ilyenről, hogy mit tudom, felébredés akkor, mint a, a pókember filmben tudod, megcsipni egy rágnőaktív pók és rögtön lesz meg. Rögtön. szuperül hangzik, tehát hogy eszméletlen jól hangzik, de már az, hogy egyáltalán fiatal leszel újra 75 évesen, már az elég kéne legyen az embernek, de nem, akkor még megspékeljük az, hogy még szép is. Tehát, hogy ez nekem, nekem ez nagyon tetszett, tehát ez ekkora poén volt számomra hogy ezt ez nagyon, ez nagyon Igen, tudtam Igen. benne értékelni. Ezeket a kis bújtatott poénjait szeretem, szeretem ennek az írónak. Van De ezt, hogy legyenek én... is humor is benne, nem mindig csak a, a... mert közben meg nagyon sok, nagyon sok, én úgy érzem, hogy nagyon sok kemény témát is feszeget, csak próbálja ezt ilyen, ilyen szépen tálalni, viccesen tálalni. És bár nincsen már túl sok a, a műsoridőből, még ezt mindenképpen meg akartam említeni itt a ez az egész premisszáját a könyvnek, hogy ott van a Föld, és ott van ez a gyarmati szövetség, és a gyarmati szövetség azt mondja, hogy az emberiséget védi, meg a Földet védi, de közben úgy, hogy nem engedi a földről elmenni az embereket, csak bizonyosakat, akár így 75 évesen katonának, vagy bizonyos országoknak a, a, az újszülöttei, vagy a, a fiatalik lehetnek telepes el, telepes, telepesnek, és ez meg nem mond semmit a, arról, hogy mi van kint, annyit, hogy veszélyes, és hogy mindenki ellenünk van, és mindenkivel harcolni kell. Ez meg nem mond semmit valójában, és a lehető legagresszívebb, tehát itt kiderül a, a, itt az események során, hogy a lehető legagresszívebb módon lép fel mindenkivel szemben, aki, akivel összehozza a sorsa az űrben. Tehát, hogy nem nagyon barátkozik, hanem mag szövetségesei vannak, azon kívül, meg akit lebír nyomni, azt kegyetlenül neki megy és lenyomja. Tehát, hogy meg se próbál diplomatikusnak lenni, vagy, vagy megpróbálni együtt élni más idegenfajokkal. Igen, nem azt meg szeretném jegyezni, hogy a véntrottyoknak, véntrottyok között ott volt a Harry Wilson nevezető ember, akiről még később majd hallani fogunk, vagy hallhatunk, hogyha tovább olvassuk a szagát. Igen, a sorozat későbbi, későbbi részeiben, igen. igen. Úgyhogy én ezt se érzem, tehát hogy ez a, tehát nagyon szépen megemlíti az embereknek ezt a, ezt a, ezt a hódító énnyét, amit én Elhiszem, hogy, hogy a fajfenntartás mindenek felett, tehát ott van bennünk az ősi ösztön, de hogy civilizált fajként lehet, hogy néha kéne ezt vetkőzni, és végre abba hagyni ezt, a, ezt a, um, az erősebb, leigázhatja a gyengébbet, és, és az erősebb utána diktálhatja, hogy hogy kéne élni, az és természet. létezni. És ez jogosultsága van, tehát hogyha erőm van, akkor nekem jogom van pusztítani, és ez nagyon erősen lejön itt ebben az első részben, ennél a gyarmati szövetségnél, hogy ez szerint a, a gondolkodásmód szerint él. Figyelj, azt gondolod, hogy a több millió éves evolúciót azt el le lehet győzni kis civilizációval? Én most Nem ne, nagyon komolyan kérdezem. Tehát, én, hogy, hogy most én, vannak ezek az újabb trendek, hogy így, meg úgy, meg a, a nemi szerepek, meg a, a bármi, és, vagy a, és hogy vagy esetleg mindegy, tehát most nem akarok belemenni a részletekbe, az lényeg, hogy nagyon sok érdekes trend van, ami újra keretezné a gondolkodásmódunkat. És mindig ez merül fel bennem, hogy hogy a viharba képzeljük el, vagy képzeljük el, hogy ami, ami több, nem tudom, 10 millió, nem is tudom, hogy hány millió évén keresztül vállottunk, ezt csak meg lehet változtatni intellektuálisan hogy most azért, lehetséges egyénileg, hogy... de társadalmilag nem lehet. Tehát én tudok jobb ember lenni. El tudom dönteni, hogy azokat a negatív dolgokat, amiket megtettem korábban, nem teszem meg. De társadalmilag, össztársakon, nem lehet el, elvárni. Van, van, van valamilyen szinten. Én azért azt érzem, hogy az elmúlt pár ezer az írott történelem, mondjuk az elmúlt 5000 évnek a történelem azt mutatja, azért valamilyen szintű fejlődésre képes az ember társadalmi szinten is, de messze vagyunk még a, a jótól. Én nem érzem akkor se, és régen is, tehát én, én egyszerűen ezt nem tudom, biztos velem van a baj, nem vagyok, tehát én túl pacifista vagyok. Túl és idealista, de ez pozitív. Túl idealista, túl szerencsés ez, ez, ez vagyok. De szerethető attribútum, csak hát naív. Én nem érzem, nem érzem, azt, hogy, hogy azért, mert én vagyok az erősebb, ez engem feljogosít arra, hogy a gyengébbet elnyomjam, vagy elpusztítsam. Értem a biológiai késztetését ennek a történetnek, és értem azt, hogy, hogy igen, amikor végesek az erőforrások, akkor igenis valahogy el kell dőljön, hogy ki az, aki eszik, és ki az, aki éhen hal, és akkor persze visszakerülünk oda, hát, hogy az erősebbik eszik, és a gyengébb éhen hal. De hogy, hogy hogy onnantól kezdve, hogy azt mondjuk magunkról, hogy mi egy intelligens faj vagyunk, akkor ezt valamilyen szinten, ezt az intelligenciát kéne bebizonyítani. És nekem itt az egyik, ez az egyik legerősebb el, olyan, olyan érvem, vagy az egyik legerősebb olyan, 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 meggyőződésem, hogy ott leszünk majd igazán intelligens faj, amikor el tudjuk engedni ezt, a, ezt az egyszerű Alapfelvetést, ami szerint még most is él, ha megfigyeled a Földnek, a nagyon-nagyon nagy százaléka, szinte minden ország és minden népcsoport e szerint, az ezé szerint él, hogy aki erősebb, az diktál. Tehát, hogy az erősebb az elnyomhatja a gyengébbet, az erősebbnek joga van dolgokhoz, és a gyengébbnek vagy konformálódik, vagy meghal. Tehát ő kerül ide. Ér, érdemt, mindig. Én csak arról beszélek, hogy van egy ismerősöm, motorbeesetet szenvedett a barátnőjével, vagy a feleségével. És a, a hölgy az megijedt és elszaladt. Tehát, hogy ennyire mélyen be vannak dolgozva dolgok. Tehát... Ez biztos, tehát aláírom. Én nem azt mondom, hogy nincsenek, nem az a vitatkozok, hogy van-e vagy sem azzal, hogy ez én azt mondom, hogy nem jó. Tehát, hogy ezt ez kéne valahogy Igen. az emberiségnek a jövőben, ezen túl hát, kéne jutnia. Ez nagyon messze erre vezet, ezt szerintem most nem tudjuk megbeszélni. Lesz még olyan könyv, ahol ezt biztosan érinteni fogjuk, mert azért ez, ez, ez sűrűn előkerül, és ez, ez egy nagyon erős berögzültsége az emberi fajnak ezért megjelenik sűrűn. Happy end a vége. Hát mert amerikai író, egy, egy tipikus amerikai író, tipikus könyvet. És tehát... én ezt elvárom, tehát én happy endet szeretnék. Tehát a happy end. a happy endet. <laughs> Akkor jó, tehát ilyen szempontból igen, szerencséd van. Skázi mindig vigyáz rá, hogy happy end legyen a, a könyveiben. Imádom, a kedvenc, egyik kedvenc írom, de igen, mert pozitív, tehát tényleg az ember azt érzi, hogy hogy nem reménytelen a vélet, nem reménytelen a világ, a nehézségek ellenére is valahogy mindig jóra futnak ki a történtek, ez jó, tehát ilyen szempontból igen, én is szeretem, ajánlom mindenkinek, aki könnyed olvasni valóra ö, vágyik, és nem valami nagyon-nagyon erős, nehezen követhető tudományos ö, magyarázatokra, meg nem nagyon pessimista végkicsengésre, hanem pozitívumra, vidámságra, pörgőakcióra, humorra, happy endre vágyik, az olvassa. Tehát annak mindenképpen ajánlom ezt a könyvet. Köszönjük mindenkinek, hogy meghallgatott minket. És remélem velünk tartotok majd a következő adásban is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Viszontlátásra köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.